Sziasztok, ez itt a Teknőstanya. Ma a sárga fülű ékszerteknősöket fogjuk felköltöztetni téli helyükre. Ezek a teknősök Magyarországon már nem kaphatók, azért mert a megunt teknősöket, a sárga fülű, illetve vörös fülű ékszerteknősöket beledobják a Magyarországon létező tavakba. Ezáltal kiszorítja a mocsári teknősünket, mert már ő megszokta mi éghajlatunkat és átterel nálunk. Tartsatok velem! Nálunk a sárga fölű végzeteknősöknek nem elég mi a kerti tanunk, ezért felviszik őket a házba. Néhány halló együtt élnek, akiket el is kezdtek kihorgászni. Felhoztuk a teknősöket, illetve az aranyhalakat. 5 darab aranyhal van itt fönn. Az egyik a barátomé. Több mint egy éve itt van nálunk, csak ők éppen építkeznek, és amíg nekik nincsen kárhitavuk, addig én vigyázok rájuk. Még fel fogunk hozni 2 kárrázt, amit én neveltem föl. A sárga fülű ékszerteknősök viszonylag nagyra nőnek meg, és 10-20 évvel ezelőtt, amikor az emberek sárga fülű ékszerteknőst vásároltak, azzal nem számoltak, hogy ez nagyon gyorsan fel fog nőni, és amikor már felnőtt és nem bírtak rájuk vigyázni, akkor dobták bele a Magyarországon létező tavakba, így emiatt nem lehet máshol kapni ilyen teknősöket, mint hirdetéseken, általában örökbe szokták fogadni. Ez a 2 sárga fülű példány is úgy került hozzánk, hogy 2 ismerősünk már nem bírta rájuk vigyázni, mert kicsi volt a helyük, és mi örökbe fogadtuk. Amint láthatjátok, most elkezdtem rendezni már a helyüket, tehát elkezdtem köveket pakolni. Itt alul úgy csináltam meg, hogy a halak nyugodtan tudjanak benne úszkálni. Az előtti videómban is elmondtam, hogy a 3 legfontosabb dolog, vagy 4, ami bekerülhet hozzájuk, ez a kő, a szűrő és egy lámpa. A szűrőt már be is rakom. Azt javaslom nektek, hogy a teknőseiteket vegyétek ki, amikor megetetitek, mert ugye tudjátok, hogy ragadozó teknősök, minden vízi teknős, emiatt, hogyha megeszik a halat, akkor az is szétbomlik, és inkább ebben bomoljon szét, mint a vízben, mert akkor sűrűn kéne vizet cserélni. Így is veszem őket. Ékszerteknősöknek, meg minden vízteknősnek a legjobb étele hal, de a sárgafülű, illetve a vörösfülű ékszerteknősöknek 10 éves koruk után már lehet gyümölcsöt is adni. Ezt neked is ajánlom. Megetetjük az aranyhalakat is. Azt ajánlom nektek is, hogy keveset adjatok nekik, kb. Ennyit, mert hogy inkább annyit adjatok nekik, amit 1-2 percet meg tudnak enni, és hogyha még éhesek, akkor adunk nekik. Ami nektek is ajánlok így a vízzel kapcsolatosan, tegyetek bele egy olyan búvóhelyet, ahol hogyha félnek, el tudnak bújni, mert náluk is már így elkezdték a halak használni. Nektek is ajánlom, hogyha kisebb kárhitavatok van, akkor hozzátok be egy ilyen akvaterráriumba a teknőseiteket. Ez egy 200 literes akvaterrárium, ami bőven elég 2 teknős számára. Ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, illetve dobjatok egy lájkot. Sziasztok!